1744-ben ezt a dátumot legalább annyira számon kéne tartanunk, mint Trianont. Hiszen Trianont alapozta, nem csak ez, de egyebek között ez is. Trianon nem a már első világháború utáni döntés volt. A döntés ugyanakkor történt, de előkészítés az akkor kezdődött, amikor az avarok országát szétvert és utána folyamatosan előkészítették, hogy 1920. június 4-én a világ egyik legnagyobb gyalázatát végrehajtsák. Egy történelmileg, földrajzilag, szellemileg egységes államot, ahol nem ember volt a legfőbb hatalom, hanem az égből alászállott szent korona, amelyik hasonlóképpen a naphoz a teremtő egyetlen Istent, a közén születettet idézte meg. Mária Terézia, elrendeli a Veszteglőzárat. Tényleg volt jó Valóban volt. A Veszteglőzár azt jelentette, hogy a csángók többet nem jöhettek be, nem találkozhattak a székelyekkel. Amikor már régen elmúlott a jószágvész, ez a rendelet utána is fönnmaradt. És a jószágvészhez semmi köze annak, hogy attól kezdve, hogy elrendeli Mária Terizzi ez a sátáni koncon, iszonyat volt. Nála nagyobb iszonyat csak a fia, második József. Azt is elrendeli, hogy többet ott a magyar pop nem misészhetett. A mai napig nem misészik. Azt is elrendelte, hogy nem lehet magyar tanítójuk. Akkor ott Moldvában, aminek a neve Kumánia, Kumánia, magyar püspökség. Akkor ott Moldvában kettő millió moldvai csángó magyar él. Kettő millió. Ma 200 élnek. A 200 ezernek a fele egyáltalán nem tud magyarul. A másik fele, egy része darabolva beszéli a magyar nyelvet, azaz román szavakat vegy itt a magyarok közé. Egy kicsi része, ott Klézse, forró falba, pusztina környékén, még viszonylag tisztán beszél magyarul. Mária Terézia pontosan tudta, hogyha megszünteti a kovászt, akkor elsorvad a székelység. Ha a székelység elsorvad, akkor oda a magyarság. Triana nem véletlen döntés volt. Igen jó előkészített döntés.